veszi a fény. Tudod, bár te valójában fény vagy, ez így igaz, és a Matrix csak egy játék, egy játszótér, azért mégis nagyon nagy dolgokról van szó, és nagyon nagy dolgok forognak kockán, és nagyon sokunknak a Matrixbeni élete, játéka, amiről te is tapasztaltad, hogy lehet szenvedés is, és lehet boldogság is, lehet egy boldog játék is, és ez az, ami kockán forog, pontosabban nem kockán, hanem rajtunk, és rajtad ugyanolyan mértékben, mint minden más fénylényen, és bár a forgatókönyv szerint minden jóra változik, akkor, hogyha, tehát ez csak akkor történik meg, hogyha mindenki teszi a dolgát, úgymond. És hogy neked mi a dolgod, te mit választottál, te mit vállaltál ebből a játékból, közös játékból, azt te érzed, ezt egyedül te tudod, 100% biztosan, érzés szinten, legbelül mindenki tudja, nagyon is jól tudja, hogy mit kéne tennie, mit vállalt, mit választott az inkarnálódása előtt, és pontosan emiatt vannak a hatalmas belső konfliktusok sokakban, sokak lelkében, mert nem azt tesszük. Hogyha azt tesszük, akkor, hogyha kint dúl is a vihar, meg minden, meg korbáccsal ütnek bennünket, akkor is bent úgymond jól érezzük magunkat a bőrünkben, mert tudjuk, hogy mi igazak vagyunk, és az igaz utunkon járunk, a mi utunkon járunk. És mi tudjuk, hogy jól tesszük a dolgunkat. Jól tesszük, és belül ezért bennünk béke van a lelkünkben. És tudod, te kellesz hozzá, hogy minden rendben legyen a játékban. És ha így nézzük, akkor ez nagyon nem játék. Nézőpont kérdése, hogyha felébredsz és ébren is maradsz, akkor tényleg egy játék, egy ilyen játék lesz az egész, és így könnyen, lazán fogod csinálni, és nem is tudod nem a te dolgodat tenni, és nem tudsz nem igaz lenni. Na, pozitívan mondom, tehát csak igaz és tökéletes tudsz lenni, és mindent tökéletesen csinálni. De addig nagyon, nagyon figyelnünk kell, hogy mit mond a legbelsőnk, és csak arra hallgatni. Hiába vannak körülöttünk a játékban akárkik, hiába csinálnak akármit, és hiába mondanak akármit. Mi tudjuk, hogy mit kell tennünk, és azt meg kell tennünk. Pontosabban nem kell, mert semmit sem kell, csak hát utána akkor tapasztaljuk, hogy milyen szenvedések jönnek, amiket saját magunknak okoztunk. Tehát nem külső tényező, soha ne gondolj ilyenre, hogy az Isten ver, vagy a mit tudom én, milyen lények, vagy démonok, vagy ilyesmi, olyasmi. Persze, léteznek ezek, de hát hozzád se tudnak nyúlni, hogyha te az igazak útján jársz. Hogyha hozzád nyúlnak, tudod ezt kezelni, tudod őket kezelni, le tudod kezelni. És ezt vagy már tapasztaltad, vagy tapasztalni fogod, hogy ez mind igaz, amit elmondtam most. És akkor ez mind eszedbe fog jutni. És egyedül a te döntésed. Senki nem fogja számon kérni, senki nem várhatja el tőled, csak is te fogsz szembenézni a tetteid következményeivel. De nem is a jövő számít, hanem a jelen, hogy most hogy érzed magadat a bőrödben. Igazán ez számít. És ezért tehetsz most a jelen pillanatban, mindig a jelen pillanatban. És végtelenül egyszerű.